újabb termékekre vezetné be az ársapkát a kormányzat. Szakértők szerint az árszabályozás rövid távon talán megfogja az árakat, de hosszabb távon inkább ront a helyzeten, mert elhúzza az inflációt. Vendégünk Magyar Zoltán. A Jobbik frakció vezető helyettese, jó estét! Jó estét kívánok! Nézem éppen az európai inflációs rangsort, ahol voltak éppen a lettek, litvánok és az észtek, az Oroszországhoz közeli balti államok rosszabb adatokkal rendelkező országok csupán, az összes többi sokkal jobb, vagy kevéssel, de jobb. De hát itt azért vannak olyanok, mint Franciaország 7, Spanyolország szintén 7%-kal, Portugália egy hasonló méretű 10%-kal. Mi történik nálunk? Hát igen, azt lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol csak a háború hatása érződik, vagy esetleg csak az aszály hatása, ott az élelmiszer áldrágulás az 10% környékén, vagy az alatt áll meg. Tehát semmiképpen nem lehet igaz az a kormányzati védekezés, hogy az inflációt, pláne az élelmiszerek területén azt csak is a szankciók, vagy éppen az aszály okozza, hanem bizony itt kell keresni valami hungarikumot, valami olyan okot, ami Magyarországon azt eredményezi, hogy a környező országokhoz képest például egy év alatt 60%-kal lett nálunk drágább a kenyér, még mondjuk Ausztria, Szlovákia vagy egyéb környező országokhoz képest pedig azt látjuk, hogy ott csak 30, maximum 30%-kal, de inkább 10% környékén drágult a kenyérára. Ez a különbség szerintem a kormányzati teljesítményből, pontosabban annak hiányából fakad. Tehát egyrészt abból a hazugságcsomagból, amit itt az elmúlt évben tapasztalhatunk, gondoltok itt arra, hogy a kampányba rengeteg pénzt szórtak ki, a költségvetés ezt eléggé megsillette, ráadásul ezt a pénzt, amit az embereknek gyakorlatilag szavazat vásárlás szándékával odaadott a kormány, azt már bőven visszaszedte például az infláción keresztül, vagy azon hazugságokra is kitérhetünk, hogy a rezsi szintjét lehet tartani, hogyha kormányon maradnak. Ugye ez volt a választások előtt az egyik legnagyobb kormányzati ígéret. Válságálló. Válságálló, így van. És ebből sem lett semmi. A gyenge forint, illetve az a politika, ami az Európai Unióval szembeni vitaként azt eredményezte, hogy a mai napig nem érkeztek meg az Európai Uniós források. Tehát látható, hogy sok összetevője van, de a nagy részéről a magyar kormány tehet. Mit gondolnak önök arról, hogyha újabb ársapkát vezetne be a magyar kormány? Támogatja a Jobbik? Az ársapkáknak mindenképpen van aktuálisan értelme, hiszen a magyar emberek egy-egy terméket olcsóbban tudnak megvásárolni. De azt mondják a szakértők, hogy persze ez egyrészt jól hangzik, másrészt az inflációt elnyújtja, növeli, és hát máshol a kereskedők úgyis vissza fogják hozni, meg a forgalmazók azt, amit itt vesztenek. Így van, hát ezt már a mostani, jelenleg is működő ársapkákon is láthatjuk, hogy az ársapkázott termékekből, vagy csak nagyon keveset árulnak a kereskedők, amik pillanatok alatt elfogynak, vagy pedig más árukra terhelik rá az itteni veszteségüket, ami meg szintén érthető, hiszen nyilvánvalóan veszteséggel senki nem fog egy vállalkozást üzemeltetni. Tehát valóban ez nem fenntartható megoldás. Sokkal jobb lenne, ha a nyugati példákat vennénk itt is elő. Gondolok itt arra, hogy mondjuk szociális alapon segítenénk azokat, akiket jobban megvisel ez a helyzet, az átlag alatt keresőket, a nagycsaládosokat, a kisnyugdíjasokat. Tőlünk nyugatra, északra és délre is mind-mind szociális alapon segítik az állampolgárokat. Nem arról van itt szó, hogy az ársapkák ódiumát azok állják, akiknek a kormányzathoz és a kincstárhoz nincsen közük. Tehát a gyártók, a forgalmazók, a kereskedők. Nekik kell ezt kinyögniük, miközben azok a támogatások, amiket ön említ, azok mindenhol kormányzati források, az állam kincstár büdzséjét terhelő költségek. Így van. Pontosan erről van szó. Miközben elég lenne, ha már csak azt a pénzt erre fordítanák, amit az infláció általi többlet áfa bevételként egyébként a kormány elkönyvelhet, már ez is egy 100 milliárd forintos nagyságrend, és ezzel sokakon lehetne segíteni. Én éppen ma beszéltem olyan kisboltossal, aki már azt fontolgatja egyébként, hogy Romániából fog élelmiszert behozni, ársapkás élelmiszert, mert azon kevesebbet bukik, mintha a hazait szerezné be, tehát ez megint egy egészen elképesztő folyamat, amit be fog indítani. Hát ugye ez egy fura történet a tekintetben, hogy mondjuk akik Nyugat-Magyarországon laknak, azt mondják, hogy számtalan dolgot az ausztriai boltokban olcsóbban vásárolnak meg élelmiszerből, mint Magyarországon. Ami hát egy eléggé szokatlan helyzet. Még emlékszünk arra, amikor az osztrákok jártak Magyarországra vásárolni, mert olcsóbb volt minden.
Igen, hát ezt csak alátámasztani tudom, 10 kilométerre élek az osztrák határtól, és ez a napi tapasztalat. Korábban azok vásároltak kint jellemzően, akik kinkerestek, tehát euróban kapták eleve a jövedelmüket. De még ezzel a borzasztó euróárfolyammal is megéri? Vannak olyan termékek, például az alapvető élelmiszereknél, ahol ez még így is megéri, így van. Ez mitől lehet? Nem tudom, politikusként foglalkoztatta-e önt vagy a pártját ez a kérdés, de hát jó, Ausztriában magasabbak a jövedelmek, Ausztriában magasabb az életszínvonal. Ehhez képest olcsóbb az élelmiszerára, mint itt Magyarországon, amelyikre úgy gondolunk mindig, mint egy élelmiszertermelő nagyhatalomra. Hát igen, arról, hogy az inflációt mi szabadította el, arról már beszéltünk itt az elején, de közép- és hosszú távú megoldások is hiányoznak. Tehát azért itt 12 éve kétharmaddal teljhatalommal ez a kormány nagyon sok mindent megígért, amit nem tett meg, ami ahhoz vezethet volna, hogy egy ilyen agráradottságokkal megáldott ország meg tudja termelni saját maga számára a megfizethető élelmiszert. Tehát elmaradtak az öntözési, fejlesztési beruházások. Itt arról volt szó még 10 évvel ezelőtt, hogy a hazai termőterületek egy jelentős része öntözhetővé válik, és ezáltal nyilvánvalóan például az aszályos év is kiküszöbölhető lett volna a termelő, és sokkal kisebb kockázattal tudnák előállítani az élelmiszert, ami azt jelenti, hogy olcsóbb is lehetne, de beszélhetnénk arról is, hogy a birtok koncentráció egy szűk kormány közeli elit kezében hogyan összpontosult, ahelyett, hogy mondjuk kis és közepes családi gazdálkodók szövetségét hoztuk volna létre, ami egyébként Nyugat-Európában mindenhol ma is kiválóan működik. Sok minden összeadódik itt egy-egy kérdés körül. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Köszönöm szépen.